Tök sok vívódásom van, hogy ez jó, az nem jó, ez túl sok, az túl kevés. Viszont azt is el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon nagy önismeretést is tanultam, és az életem más területén is megerősített. Az, hogy hinned kell magadban, az, hogy bíznod kell abban, aki vagy, és akkor is, amikor mások azt mondják, hogy nem vagy jó, akkor is tudnod kell, hogy de én jó vagyok, csak lehet, hogy mondjuk te nem ilyen karaktert keresel, de amúgy velem nincsen probléma. Megmondom őszintén, hogy nagyon vártam ám már a veled való felvételt, ugyanis azt gondolom, hogy ha smink szóba kerül és a sminkről beszélünk, akkor valahogy neked és nekem teljesen egyforma az elképzelésünk. Én alig tudom visszatartani magamban, hogy nem mindenre mondom, hogy igen, én is úgy vártam, hogy jöjjek, és annyira örültem, amikor meghívást kaptam, szóval nagyon szépen köszönöm. Nagy Réka, műsorvezető, modell. Egy borvidéki lány, aki kacsingat a színészet felé, és profi az egészségtudatos táplálkozás szakterületén is. Első alkalommal, amikor találkoztunk, akkor ugye beültem hozzád, és ugye nem ismertelek, és akkor vajon ki mit alkot rajtad, ez mindig egy ilyen talány, és amikor így belenéztem a tükörbe, és mondtam, hogy úristen, ez én vagyok. Jaj, tehát, hogy, mert nagyon szépeket tudnak, hogy a mások is, ugye kicsit hangsúlyosabb a szem, száj, meg minden, de amikor belenéztem, mondom, úristen, ez annyira én vagyok, és ezt te csináltad rajtam először, és ez nagyon-nagyon-nagyon szeret. Egyébként meg kell, hogy védjek mindenkit, aki miattad így túlzott inspirációban érzi magát, mert hogy talán azért lehet az, hogy néha nálatok esnek pont túlzásba, akár a szakemberek, vagy bárki, mert annyira szépek vagytok, és ugye egy modell általában még csak hisztisnek sem hisztis, tehát hogy elég sok mindent el is bírtok, és akkor így az embernek beindítja a fantáziáját, és akkor úgy szeretne valamit alkotni, csak nem, attól még az a karakter, az fontos. Nem, teljesen igazad van, és én is nagyon-nagyon szeretem látni, hogy tényleg ki mit hoz ki belőle, ezért nem szoktam ilyen instrukciókat adni, amikor megkérdezik, hogy mit szeretem, hanem akkor amit ő érez. És akkor nyilván van olyan, amit közelebb érzel magadhoz, van olyan, amit kicsit távolabb, de mindenfajta képpen egy teljesen új arcodat tudja megmutatni. De mondom, az annyira megmaradt bennem, hogy kinyitottam a szememet, és akkor mondom, mert ez a beachy look, ez ragyogott a bőröm, nem lepte el, ugye ez a, persze tudom, hogy kell néha az a smink réteg, persze, ugye, amikor stúdióba ülsz meg minden, de hogy annyira szerettem. Ne, örülök. Na hát most is egy ilyen hasonló lookot álmodtam egyébként meg neked, mondjuk nem is a beach, de egy ilyen kicsit sivatagi smink jutott eszembe most, ahogy azon gondolkoztam, hogy neked mit, vagy rajtad mit tudnánk a legszebben bemutatni. És egy olyan sminket álmodtam meg, ahol a bőröd megmaradna ebben a természetes ragyogásában, mert most is ilyen gyönyörűen ragyog a bőröd, és én semmi esetre sem szeretném ezt elfedni. A szemeidet pedig egy kicsit ilyen homokszínnel árnyalnám, viszont azt matt formátumban tenném. Egyetlen szín, ami szépen el van satírozva, mert szerintem az olyan nagyon szépen ki fogja majd emelni a szemszínedet, és mégis úgy hangsúlyos, de nem annyira erőteljes, és emiatt elférne mellette egy ilyen elég élénk száj is, tehát mondjuk egy narancsos, vagy valami jó kis korallos szín. Na, ezt a kis csodaszert tartom a kezembe, ami egy hidratáló permet, gyakorlatilag egy tonik is egyben, de smink előtt és smink után is lehet használni, és én nagyon szeretem, mert hogyha ezt használom, közben rád is fújom, akkor képzeld el, hogy olyan, mintha egy picit így átnedvesíteni a bőrt, és nagyon jó illata is van, és ezáltal az alapozó gyakorlatilag egy picit így felhigul, tehát így menet közben is érzékelhetően sokkal jobban szívódik be ezzel a kis tonizáló anyaggal együtt. Javíts ki, de lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de akkor ezt lehet, van egy olyan sejtésem, hogy napközben is használni, hogyha úgy érzed, hogy egy picit a smink már rád ült. És... Abszolút. Jaj, de jó, mert nyáron szerintem ezeknek nagyon nagy haszna van, mert nyilván a nap az, hogy folyamatosan ugye tényleg nagyon meleg van, tényleg
nap végére nem annyira friss már a smink. Hát sajnos igen, akár mennyire jó termékeket is használ igen, az ember, igen. Én szerintem elkerülhetetlen, hogy azért azt ne kelljen frissítgetni napközben. Bőr természetes szépségét próbáljuk meg megtartani. Hogy látod, hogy ez az irány, ez mennyire kezdett el itthon is működni, mert külföldön ugye már egy ideje megy. Igen, ezt mondtad is, ezt már beszéltük többször is, hogy Amerikában ez már tök régóta megy. Én azt veszem észre, hogy azért kezd most már itthon is. Még mindig küzdök én is sokszor, mert az van, hogyha valaki beül a kezem alá, akkor azért általában azt tapasztalom, hogy ő így nagyon akarja, hogy akkor most olyan bum legyen. Nem ez vannak, hogy itthon ezért így hozzászokva. Igen. Tehát, hogy akkor smink, akkor az legyen ott, akkor az legyen a korrektor, alapozó, púder, úgy, ahogy ezt kell, felépítve. Én mondjuk nem gondolom, hogy ez jó irány, tehát én most már kezdem levetkőzni azt a késztetésemet, mert sokszor én is ilyen késztetést érzek arra, hogy túl kell festeni, mert akkor lesz elégedett az illető. Nekik is ugye persze, hogy megfeleljen az ember, ők is boldogan hagyják el a kis széket. Igen, meg hogy attól érzi magát kisminkálva, hogy három szín össze van satírozva, pedig nem feltétlenül. Nem. Amit viszont el akartam neked mondani, mert hogy ezt biztos nem tudják sokan, de mi nagyon sokat beszélünk ilyen sminkkisminkbeszé. Már én már most így mondanám. Mindig kérdezel is, és ez olyan jó, mert tényleg érződik, hogy mennyire érdekel téged ez a téma, hogy ezt már kérdezte tőlem máskor is, hogy miért ezzel a szőrecsettel viszem fel az alapozót. És én azért ezt szeretem használni, sok esetben, főleg akkor, hogyha ilyen nagyon szép bőrről van szó, mert valahogy az ecset így magába szívja az alapozót, és ezáltal nem enged olyan túl sokat a bőrre átereszteni. És csak annyi kerül a bőrre, amennyi tényleg elbír, és amennyi szükséges. Nem tudsz úgy túlzásba esni. Akkor itt is lehet arról szólni, hogy egy picit úgy lehet próbálgatni, kilépni abból a kis komfortzónánkból, amit én is van az alapozó ecset, és akkor csak azt használom. Tehát akkor lehet így próbálgatni, és te ebben mindig támogattál, mert én mondtam, hogy Doris, és akkor ezt így lehet így, meg úgy is mondtad, hogy persze bármit lehet, bármivel. És ez annyira jó, mert szerintem így megtalálja az ember majd azt a stílus, ami majd neki ugye tetszeni fog, és amit ő így akár a mindennapokban is tud minden nap használni. Így van, és ez rendkívül fontos is, amit mondasz, és ezzel akár elkerülhető az is, hogy az ember lánya mondjuk feleslegesen megvásároljon túl sok terméket. Igen. Mert hogy például egy adott terméket akár több helyre is tudunk használni. Tehát nem feltétlenül kell megállnunk ott, hogy mondjuk van egy rúzsunk, és akkor azt csak a szájunkra használjuk. Mert például tökéletesen használható egy jó textúrájú rúzs, akár pirosítóként is. És már is megvan az a szép összhang az arcon. Jó, ezt az összhangot ezt ti el tudjátok, én próbálkoztam ezekkel, de nekem olyan pacsmag lett, hogy én maradtam. Nekem én ezekbe nem vagyok. Tehát én nagyon szeretem, amikor ugye egyre több márka kihozza ezeket a csontosító kis stickek. Igen, ezek a stickek. Azt mondjuk én sem szeretem. Alapú. Nem? Képzeld el. Ugye olyan sokan használják, meg olyan szépen meg tudják csinálni. Én megvettem, hát borzasztó lett. Hát én azt nem tudom használni. Szóval én maradtam ezeknél most már ugye, hogy te is alátámasztottad, hogy egy ecset több mindenre is használható, maradtam ennél a multifunkcionális dolgoknál, és akkor maradtam a könnyebben kivitelezhető bronzosítóknál, amik ugye porállagúak, igen. De azt tudom, hogy te is állandóan a kezeddel itt egy kis pirosító, ha a rúzsból, akkor abban is olyan szép összhatást tudtok elérni, de hát ezért vagy több szakemberek. Igen, azért lenne jó a krémes állag neked is, meg mindenkinek, mert valahogy a krémes állagok sokkal jobban fekszenek a bőrön. Tehát persze, szebb lesz maga a végeredmény alapvetően. Természetesebb tud lenni egy kicsit. Kérdezhetek valamit, amit... Hogyne. Hogyha van egy olyan, hogy ugye ez a bronzus look jön a nyár, picit napbarnítottabb az ember, persze a fényvédelem ugye nagyon-nagyon fontos, de azért ugye egy picit nyilván barnábbak vagyunk nyáron. És akkor, hogyha alapozok mindent, és akkor bronzosító, kis highlighter, meg minden, miért van az, hogy néha ilyen teljesen foltos, pici foltok, tehát mintha nem lehetne szépen bedolgozni a bőrbe. Én nem tudom, biztos, hogy én rontok el valamit. Nem feltétlenül a sporállagú, amit használsz olyankor? Akkor előfordulhat, hogy amiatt,
hogy néhol a bőröd szárazabb egy picit az alapozó után, néhol pedig nedvesebb marad. Ez attól is függ, hogy az alapozót hogy tudtad felvinni. Jó, de amikor te csinálod, vagy ti csináljátok, akkor sose olyan. Lehet azért, mert én is például most krémeset használok rajtad. Tehát én pont emiatt jobban szeretem a krémes textúrákat, mert azok sokkal könnyebben idomulnak a bőrhöz, ahogy már az előbb is így céloztam rá, és ezáltal sokkal szebben, sokkal alaposabban tudsz vele, tehát nem lesz meg ez a hatása, de talán azzal tudnád segíteni, hogy előtte egy ilyen nagyon áttetsző transzparens púderrel átpúderezed egyet, egy picit, hogy egyenletes legyen a talán. Vagy pedig aztán akkor áttérek a krémesebb bronzosítóra, adok neki egy esélyt, és akkor az ecsetet, amit most így megmutattál, megbeszéltünk, akkor azt fogom használni. És akkor megpróbálod azzal. Mert nem vagyok púderes. Tudom, hogy ez ilyen ciki vagy nem, én nem szeretem. Egyébként én sem. Az egyetlen olyan termék, amire azt mondom, hogy felesleges pénzkidobásnak tartom majd, hogy nem, mert bármennyire jó minőségű, egyszerűen beül. Ugyanez. Én ezt látom. Látom és magamon érzem a bőrömön, hogy jaj, ne, amikor nyilván tudom ennek a szükségét, meg tudom, hogy kell használnotok természetesen, persze, hogy a tévé felvétel, de muszáj, persze, csak annyira sok mindenkin látom, hogy még púderezi, olyan gyönyörű bőrük van, és én mindig úgy vagyok vele, hogy tehát ez lefogja, ott, tehát az egész arcát befedi, ez nem jó, nem lélegzik a bőr. Én legalábbis mindig így belegondolok ebbe, és azért próbálok én is ilyen könnyedebb textúrájú alapozókat használni, vagy ugye én nagy kedvencem, ugye ezeket a színezett hidratálókat szoktam használni, és a pudert azt nem. És azt tudom, hogy te is, amikor mondom, először együtt dolgoztunk, akkor mondtad, hogy mondom, puder? És mondtad, hogy nem, így jó. Én meg így, nincs puder. Hogy lehet? Igen. No, mindenképp szeretném kidomborítani viszont azt, hogy ugyan téged így nagyjából a köztudatba akkor kerültél be, és úgy ismert meg a nagy közönség, hogy megnyerted a Top Model Leszek versenyt, igaz? Igen. Na, mesélj egy picit, hogy utána mi történt. Hát utána én befejeztem a gimnáziumot, mert én akkor voltam utolsó éves a gimnáziumban, és akkor nyilván volt egy megegyezésünk a szüleimmel, hogy persze gimnázium, és utána azért diploma is kell. Hát utána mi történt? Én ott, tehát magára a döntőre való felkészülés is egy ilyen, akkor fogytam le, mert ugye én ritmikus sportgimnasztikáztam, teljesen más volt az alakom, és akkor nem volt különben ránk erőltetve, hogy úristen, modellalkatúra kell fogyni, inkább az lebegett előttem, hogy akik szakmabeliek és benne voltak a zsűriben, ők bizalmat szavaztak nekem. Tehát nem akartam, hogy csalódjanak bennem, és ezért beindítottam ezt a kis fogyásos dolgomat, ami semmi drasztikus dologra nem kell gondolni, mert nem erről volt szó, teljesen megváltoztattam az étrendemet, addig is különben egészségesen ettem, de azért le kellett mondanom bizonyos dolgokról, és az edzést is meg kellett változtatnom. És utána emlékszem még az adásban, úristen, ez milyen régen ütött eszembe, hogy mindig Pamelának szólítottak adáson. Tehát, amikor, ne szóra. De, mert ugye, hogy mindig ugye Pamela Anderson rajzoltak, és szerintem nem. Hát de akkor szőké voltam meg minden, és sose, hogy mindig olyan rosszul csapódott le bennem. Igen, vagy olyan mondom, basszus, mondom, én ezt, de én nem. És hogy láttam, hogy éreztem is, hogy bekategorizálnak ebbe a skatujába, és én ezzel nagyon sokáig küzdöttem, hogy én pont a természetességnek vagyok úgy a híve. Teljesen mást képviselek, igen. Na, visszatérve a kérdésedre, hogy utána mi történt, megcsináltam a gimnáziumot, elkezdtem kommunikációs médiatudományra jelentkeztem, fel is vettek, és utána én elkerültem egy modellügynökséghez a műsor kapcsán. Mondták, hogy mehetek Párizsba 3 évre, vagy választhatok egy budapesti ügynökséget, és én azt választottam. Mert tanulni szerettem volna, jó, mondjuk túlzás, mert azért erre rá kellett venni, nem azért, mert nem akartam tanulni, hanem nyilván előttem lebegett az, hogy Párizs 3 év, de kellett a diploma, és örülök, hogy így döntöttem. Egy nagyon jó ügynökséghez, modell ügynökséghez kerültem, nagyon biztonságban éreztem magamat, tehát semmi olyan dologgal nem találkoztam, ami így a modell szakmában így ilyen rémhírek vannak, és elég hamar elkezdtem külföldön dolgozni,
ez úgy működik, hogyha van egy itthoni anyaügynökséged, akkor ők reprezentálnak téged külföldön, és akkor így lett egy német ügynökségem, egy olasz ügynökségem, akik ugye az éppen adott piacon reprezentálnak téged, és ez nagyon jó volt, én a németekkel nagyon sokat dolgoztam, nagyon szerettem. Mindig megkérdezik, hogy és ott milyen munkát csináltál. Voltak kampányaim is, de rengeteg ilyen kis katalógust csináltunk, amiket imádtam, mert gyönyörű helyen fotóztuk, tehát a gyönyörű helyekre jutottam el a modellkedés által, és nagyon szerettem a németekkel együtt dolgozni. Az olaszoknál is volt rengeteg munkám, aztán jött Amerika, közben lediplomáztam, Amerika egy óriási álom volt. Álom volt? Álom. Mindig oda szerettem, szerettem volna kijutni. Szegény ügynököm meg is volt velem áldva, mert ő mindig el akart küldeni Koreába is, meg Hongkong, ilyenek is, mondtam, hogy nem. És mondta, hogy miért nem, mondom, de én nem érzem, hogy nekem ott kell, és akkor én nagyon szerettem, mondom, a német piacon dolgozni, olasz piacon. Voltak tényleg nagyon jó kampányok, voltak Mustang kampány, volt rengeteg beauty kampányom, voltak nagyon sok divatanyagom, tehát hogy nagyon nagy szerencsém volt, mert tényleg, amint elkezdtem a Budapesti Modellügynökségnél modellkedni, eléggé szépen beindult, és aztán mondom, eltelt pár év, és akkor jött Amerika, én rágtam a fülüket, hogy na, de próbáljuk meg, New York, Miami. És mindig ugye óva intettek, hiszen én nem vagyok olyan magas, tehát én nem 176 centi vagyok. Ez hátrány? Tehát, hogy, tehát, hogy nem úgy oszlik meg, hogy a magas akkor oké, kifutó, és egyébként meg mondjuk a fotomodelleknél meg jobb, hogyha nem annyira magasak? Vagy ez hülyeség, amit mondok? Én is mindig úgy gondoltam, hogy ez nem jelentett akkora hátrányt, hogy alacsony vagyok, de azért Milánóban, amikor beállsz egy castingra, ahol van 1000 lány, vagy nem 1000, de 300 egy sorban álltok, és akkor oké, modell, Réka. Modell. Ne. És akkor nyilván, hogy ezeket nehéz volt kezelni. Uh-huh. Tehát, hogyha én mindig elmondom, hogy nagyon örülök, hogy ilyen szoros és jó a családommal a kapcsolatom, mert ezt lelkileg ezt bírni kellett. Tehát azért naponta volt 6-7 válogatásod, és ez nem az ilyen glamorous life-ról szól, amikor kint vagy több hónapig ugye külföldön, hanem minden nap megkapod az éppen aznapi castingjaidat, és akkor ma elindulsz a kis táskáddal, és a hátadra veszed a várost, és 6-7 castingod is lehet egy nap, heti 5 napról van szó. Van olyan is, amikor egy casting ugyanolyan időben van, az egyik a város egyik végén, a másik végén, és akkor ha nem azt tudod, mivel mész át, igen, hogy mész ha nem csinálod meg, akkor az ügynököd megkérdezi a kinti, hogy akkor ezt miért nem csináltad meg. És mondtam, hogy gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt, és így néz rád, és így nem érti. És mondta, hogy megpróbáltál oda elmenni, meg mondtam, hogy nem, mert tudtam, hogy nem érek oda. De lehet, hogy még ott lettek volna, és hívtak, hogy nem vagy ott. Én meg így, és ezt sose tudtam, hogy ez most ilyen bűntudat, vagy lelkiismeret furdalást akart nekem igen. ezzel okozni, vagy pedig ténylegesen felhívta az éppen adott megrendelőt, nem tudom, de ott tényleg az van, hogy ott napi 6-7 válogatás, és az kőkeményen erről szól. És ott éreztem azt, hiszen Milánóban azért a kifutó alkatú lányok azért többen voltak. Viszont a németeknél megmondom, nagyon jó volt, mert ők, ott nem számított annyira az, hogy milyen magasságod van, és én ezt amúgy sem szeretem, amikor így ugye bekategorizálják. Nyilván a kifutóra, hogyha az kell, az kell. De ez pont nem azt segítette, hogy fogadd el önmagad, és nekem is rengeteg önbizalmi problémám volt. Azért ez szomorú hallani, megmondom őszintén, tehát hogy itt ülsz úgy, hogy tényleg számomra maga vagy a tökéletesség. Én emlékszem is, hogy mikor először jöttél hozzánk műsort vezetni a TV2-hoz, én meg is ijedtem először, hogy Úristen, mondom, jön ez a csaj, és biztos egy ilyen nagyon kihainnám, és majd fog-e neki tetszeni, amit csinálok, meg biztos ilyen, tehát hogy, és amúgy, ahogy beléptél, ez így meg is szüntett, még nem is kellett semmit csinálni, nem hiszem, hogy annyira kedves voltál, hogy én így le is sokkolottam, hogy lehet, hogy valaki ilyen szép és még kedves is. Ja, hát köszönöm szépen, de ez abszolút rád is igaz, Doris, mert mondom, abban a pillanatban megnyugodtam, hogy két mondatot sem mondtunk egymásnak, tehát annyira igen. Egy hullámhozra kerültünk, de így visszatérve rengeteg, igen, tehát ilyen lelki vívódásokon ment. De hogy ezt akartam pont mondani, hogy az, hogy egy ilyen lány, mint te is keresztül megy ezeken, ez félelmetes ezért. Tehát mondjuk nem tudom, hogy a lányomnak majd mit fogok tudni mondani, hogy ne essen bele ebbe a helyzetbe, amikor mondjuk annyi idős lesz, mert hogy mit látsz, hogy ennek mi lehet az oka?
Hát először is, hogyha én ezt el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó anyuka vagy, és nekem is egy nagyon-nagyon erős családi hátterem van, és ők rengeteget, tehát nem is kellett úgy, én erről nem panaszkodtam, hogy most azt mondták, hogy alacsony vagy, nem barna a hajad, nem szőke a hajad, úristen, nem felelsz meg nekünk, mert azért tudtak tényleg fejeket vágni egy-egy megrendelő, de hogyha erős ez a kapocs, akkor te ezen a család át fogja lendít. Igen. Nem mondom azt, hogy a mai napig nincsenek, nyilván nekem is, mondom, tök sok vívódásom van, hogy ez jó, az nem jó, ez túl sok, az túl kevés. Viszont azt is el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon nagy önismeretést is tanultam, és az életem más területén is megerősített. Az, hogy hinned kell magadban, az, hogy bíznod kell abban, aki vagy, és akkor is, amikor mások azt mondják, hogy nem vagy jó, akkor is tudnod kell, hogy de én jó vagyok, csak lehet, hogy mondjuk te nem ilyen karaktert keresel, de amúgy velem nincsen probléma. Szóval ez nehéz. Ez nehéz. Az, hogy ennek én úgy látom, hogy ez most már kezd azért szépen átlibbelni. Igen, ugye nagyon sok ilyen üzenet van a médiában, hogy fogadja el magát, hozza ki magából a legtöbbet, és érezze jól magát a bőrében. Szóval én nagyon azt látom, hogy ez már megy e felé, az irány felé. Ettől nem lehet nagyon megóvni az embert. Ezeken átmegy, ugyanúgy, ahogy te is átmentél más területen. Szóval, hogy ezek úgy edzik az embert, de az biztos, hogy magadban tudnod kell, és minden nap úgy kell belenézned a tükörbe, és ez tök nehéz. Hogy nem. Szeretem magamat, és hogy én rendben vagyok. Ó, olyan érdekes, nekem nagyon sokan vagytok mostanában az életemben, akiktől ez az üzenet jön, és ez biztos nem véletlen. Nem. Én úgy gondolom, hogy ennek most annyira ezt a kort éljük, hogy igen, most már ezt hagyjuk azt, hogy van egy ilyen 90, 60, 90, még nekünk ugye ez igen, volt a igen. Mumus. És hát képzeld el, hogy nekem a top modellben emlékszem, hogy 94 volt, és aztán mondta, 88 lett a csípőm. És erre képes voltam ennek annyira örülni, és aztán úgy elgondolkodtam, hogy basszus, ez nem ez a lényeg. De hogy engem is megcsapott a szeret, persze. És hozzáteszem, hogy a budapesti ügynökségem, akiknél voltam, ők soha nem jöttek centivel, de laktam olyan lányal a modell apartmanban, akiket méregettek. És szóval, igen, amikor viszont, hogy most már egy kicsit fel is dobjam itt a hangulatot, igen, kimentem Amerikába, na ott jött a kor. Emlékszem Milánóban, azt mondta az ügynököm, a kinti ügynököm, hogy hány éves vagy, és akkor mondtam, hogy 24. Ah, Réka, you look 21. Mondja, hogy te mész 21-nek. És akkor mondom, hogy jó, és akkor mit mondjak a castingok? Ah, 21. Jó, és akkor egy évekig annyi volt, tehát hogy így Milánóban. Amerikában így hirtelen így megzavart, hogy akkor is most mondhatom a koromat? Nem mondom, mondhatom a koromat, mert ez is egy ilyen teljesen buta dolog, hogy most, ha valaki jól néz ki, ott van a Cindy Crawford, úristen, 50 évesen zseniálisan néz ki. Tudok olyan modellt is mondani, aki 30 éves, nem úgy élt, nem olyan fegyelmezett életet élt, például, amit én is így a modellkedés mellett, és alatt is, aki már azt mondom, hogy figyelj, azt hittem, hogy 40 éves. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyelj magadra, és Amerikában szerencsére ott nem voltak ilyenek. Ott teljesen lemértek, megmértek, hány centi vagyok, elmondhatom a koromat, ott sokkal lazábban, Miami-ban voltam először, ott nagyon-nagyon lazán kezelték ezt, mert minden piacnak megvan az, szerencsére Miami-ban is, akkor téged olyan castingokra küldünk. És ahol, ez természetes, tehát nem az van, hogy most ott ezen kell stresszelned. Persze, és ott visszakaptam azt a fajta lendületemet, meg mindent, hogy akkor jó, hát akkor itt akkor én ténylegesen én lehetek, és ott nagyon-nagyon sok erőt kaptam, nagyon jó környezetbe is kerültem, nagyon jó barátnőim lettek, akik meg abszolút ebben így nagyon erősítettük egymást. Nehéz volt visszajönni? Emlékszem, hogy amikor először visszajöttem, az pont karácsony, mert nekem a karácsony, ez nyilván teljesen család, és nagyon megijedtem, mert örültem is, de egy picit féltem, mert mielőtt hazajöttem, azelőtt pont volt egy avon opcióm. És pont mondom, úristen, mondom, az kint fotózzák, vagy Amerikában nagyon sokat fotózzák, Dél-Amerikában, Peruban volt az opcióm, uh-huh. És ez pont úgy lett volna, hogy december 23-án utazom, és valamilyen két ünnep között majd valamikor visszakeveredek Miami-ba, és majd úgy hazajövök, én meg így, basszus, nem lesz karácsony. Na mindegy, de hogy nagyon örültem volna a munkának, mégis nem kaptam meg, egy barna hajú lányt választottak, és akkor jöttem először haza, de olyan lendülettel. Én nagyon szeretem az amerikaiakat, és nagyon szeretem azt, ahogy egymáshoz viszonyulnak, azt, hogy sikerorientáltak. Én nagyon nagy lendületet kaptam, és jó volt hazajönni, mert ugye tele voltam élménnyel, és ott rájöttem arra, hogy hiába, hogy ott vagyok Miami-ban, vannak de ott is barátaim, de hogyha nem tudod megosztani, igen, és nem tudod így van beépíteni még ott jelenleg, hiszen nem ott fogsz élni,
akkor azért jó hazajönni, igen. És akkor utána meg abból tudsz táplálkozni. Utána még visszamentem, és akkor mentem át New Yorkba. És Miamiból, a 40 fokból, március volt, New Yorkba olyan hideg volt, hogy teljesen megfagytam. Egy barátnőm adott neki, volt valami jackie-je, bár nem tudtunk meleg ruhákat vásárolni, hiszen ott már jött volna a tavasz. És ott is így szaflattam, mentem ugye a castingokra, de hát New York meg maga egy álmom volt Amerikába kimenni, tehát hogy én nagyon-nagyon örültem, hogy kijutottam, és nagyon jó szakemberekkel dolgoztam, tehát elmondhatom azt, hogy dolgoztam olyannal, akinek a Fergie-nek volt a sminkese, és például egy olyan szerény nő volt, emlékszem, akkor, és tőle kérdeztem ugyanúgy, mint tőled, és nagyon-nagyon jó kis munkáim voltak kint, tehát abszolút egy lendülettel jöttem haza. És a táplálkozás tudományával Amerikában kezdtél el foglalkozni? Nem, hanem az nekem a top modell után, illetve amikor a döntőre kellett felkészülni, akkor kezdett el az érdekelni, hogy jó, hát akkor van rajtam ugye egy kis babahely, meg minden, hogy akkor ez hogy fog így lekerülni. Na hát akkor ugye Google a barátunk, Réka beírta 18 évesen, hogyan fogy le. Jaj, nagyon jó, tele van villámdiétával, 5 nap alatt mínusz 3 kiló. Hát ez szuper, hát 10 napot végignyomok, és akkor mínusz 6 kiló. Hát ez meg is vagyok. Ha persze. Hát egy az, hogy nem is tudom már miket tettem, hogy kétszersült, tojás, vagy... Jaj, emlékszem arra a diétára, kávé. Igen. Tudom, mert néha így éhesebb voltam, de úgy voltam, hogy fégítsd, nem? 5 nap lement, még 5 nap. Hú, jó, 11. nap, 2 kakaós csikával indítottam. Rögtön. Cukros, fehérlisztes, minden. Hát mondom, hogy elkezdtem gondolkodni, ez így azért nem lesz jó. Tehát, hogy így most lement, nyilván nem ment le annyi, tehát így maximum ilyen 1,5-2 kiló. És elkezdtem gondolkodni, abba hagytam ezt az internetes ilyen kutakodást, és könyveket kezdtem el olvasni, próbáltam megérteni a szervezetnek a működését, és szerencsére akkor különben még sokkal kevesebb segítség volt. Találtam egy-egy olyan módszert, amit be tudtam a mindennapjaimba építeni. Hozzáteszem, hogy én mellett ugye érettségire készültem fel, tehát megfelelően kellett táplálnom a kis agyamat is, hogy azért hogy tudja tanulni. Persze. És a család is abszolút partner volt benne, tehát jó, mondjuk volt egy olyan kiakadásom, és akkor úgy éreztem, hogy jó, itt baj van egy pici. Amikor emlékszem, hogy anyukám csinálta egy natur csirke mellett, persze zöldséggel, és így mondta, hogy elkezdtem enni, és így, anya, tettél rá sót? Tudod, és anya, jaj, igen. Én meg így, tudod, hogy nem ettek sót? És valami, tehát ilyenek is voltak. Mondom, és akkor bementem a szobámba, és így mondom, úristen. Pufogtál, rendesen pufogtál, hogy is sót tett be. Magamra így, befelé néztem, és mondtam, hogy jó éget, nem lehetek ilyen hülye. Anyukában így beszélek egy csirke miatt. Summa-summarum, az volt a lényeg, hogy megtaláltam azt a kis életmódot, mert nem diétát, életmódot váltottam. Igen, ezt nem szereted ezt a szót, nem. Hogy diéta. Nem, mert olyan rövid távúnak gondolom ezeket. Igen. Nem, életmódot kéne váltani, és azért, mert az csak egy mellékvágánya, hogy az ember egy picit csinosabb lesz, meg minden, de mentálisan is jobban érzi magát. Sokkal szebb lesz a bőre, tényleg az, hogy az életminősége megváltozik, a közérzete jobb lesz. Szóval én azt mondom, hogy egy egységében kéne nézni a szervezetet. A mentálisan sokkal tisztában tudsz gondolkodni, sokkal több erőd lesz. És akkor visszatérve, mert mindig elkalandozok. Na, nem baj, az a jó, én csak iszom a szavaidat. Hogy utána elkezdtem könyveket olvasni, és akkor elkezdtem ugye beállítani, semmi csodáról nem beszélhetünk, vagy mindennek ugye ugyanaz az origója, tehát a fehér, a finomított dolgokat hagytam el, ugye a fehér lisztet, a cukrot, ugye azok benne is van a nevében, finomításon keresztül mennek, tehát semmilyen tápértéket nem adnak a szervezetnek. Tehát gyorsan felviszi a vércukrot, aztán leesik, és akkor ugye folyamatosan ugye olyan cukros dolgokat akar enni a szervezet. Én próbáltam megérteni itt a szervezetnek a működését is, és rájöttem, hogy nekem ez a szenvedélyem. De jó ezt hallani, hogy így az ember valamit, tehát hogy egyszer csak így ez így leesik, hogy ez az. Segíteni majd az embereknek, hogy így a preventív részében is, hogy miket tudnak megelőzni, és hogy egy jó közérzetet biztosítani, és amit ők el tudnak könnyen élni. És amivel így találkozok, hogy annyira sok információ van, és nem tudja az ember, hogy akkor mit, hogyan, ami szerintem nagyon fontos lenne, hogy így konyhanyelvre lefordítani.
Tehát, igen, hogy értsék. Nekünk, akik, igen. Akiknek lövésük sincs erről az egész. És ez teljesen jó, ez így van jól, mert ezt persze, most csak ez a másik problémám ezzel egyébként, hogy annyira sok mindent olvasok, hogy egyszerűen elmegy a kedvem tőle, mert pont mint a gyereknevelés is. Igen. Attól is már frászt kapok, hogy annyira próbálod jól, és közben ott vagy, hogy jó, akkor leülök, és akkor inkább nem csinálom, hanem akkor majd így lesz valahogy. Igen, teljesen megértem. Ez nem jó. Naponta jönnek újabb statisztikai adatok, nem tudod, hogy mennyire megbízhatóak azok. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ezt az arany középutat kellene mindenkinek, amit teljesen, tehát hosszú távon fent tud tartani. Ez lehet, hogy neked teljesen más, mint nekem, de az origója úgyis ugyanaz lesz. Tehát minél színesebben étkezni, elhagyni a finomított dolgokat. Tényleg, nyilván, tehát nem azt mondom, hogy nem fér bele egyszer. Persze, hogy belefér. Én úgy gondolom, hogy annyira sok alternatíva van már ilyen egészséges desszertekre is, meg mindenre, hogy meg lehet találni a különböző variációkat. Igen, meg egy ilyen arany középutat kéne ebben is, mint mindenben. Csak ez olyan. És tudom, meg tudom azt is, hogy nem lehet azt mondani, én se tudnám azt mondani, hogy nem igényel logisztikát, bevásárlást, hogyha jöttem hozzá, de akkor is tudom, hogy ott van egy kis mandula a kocsimban. Erre is figyelsz, hogy mindig legyen nálad ropogtatni való mandula? Ez már nagyon gázni, de igen. Istenem, mennyi mindent kell még tanulnom. Ott is felmértük azt, hogy akivel együtt laktam, a dél-afrikai szobatársammal, Erinnel, hogy jó, akkor milyen üzletek van. Hozzáteszem, hogy nagyon könnyű volt vásárolni. Tehát azt is megértem, hogy Magyarországon még olyan nehéz, én is figyelj, 3 üzletbe szoktam járni legalább. Tudom, hogy ezt itt lehet kapni, azt ott lehet kapni. Igen, és már van egy ilyen rendszere az életemnek. Tudom azt, hogy étteremben például, hogy kérjem azt a csirkét, hogy szeretném azt a salátát, mire figyeljek oda, vagy hogyha tudom, hogy megyek 2 nap múlva vacsorázni, és ott volt nagyon finom a desszert. Akkor arról úgy rákészülök egy picit, nem azt jelenti, hogy nem eszem, csak hogy így be lehet ezeket illőni, hogy jaj, de jól fog az ott esni. És nagyon fontos, hogy azt a desszertet viszont úgy fogyasszuk el, hogy ezt élvezzük. Hogy közben ne gondolkozzunk azon, persze, hogy... mert ez szokott lenni. Gyorsan megeszik, és akkor ez, azért tudom ezeket, mert én átmentem ezeket. Én pontosan nekem volt farkaséjségem, volt olyan, hogy úristen, megettem egy táblacsukat, Jézus, most mi lesz? Soha nem csináltam semmilyen drasztikus módot. Tehát ezt a modellvilágban is csak olyanokkal laktam, nagyon szerencsém volt. Én nem láttam ilyeneket, amiről szó van. Nagyon sok brazil lányjal voltam együtt külföldön. Például őket mindig bántják, hogy anorexiások. Hát így hozzáteszem, hogy genetikailag ilyen csodák egy csomóan, és ők tényleg eszik a fehér kenyeret, a kolbászt, mert a mindent. Mindent, most nem feltétlenül a kolbászt, de hogy ilyen zsírosabb dolgokat, és amit mi már így nem ennénk meg. Mert én is ugye hajlamos vagyok azért a hízásra, de ők nekik ilyen a komolyan mondom, te a hízásra. Igen, azért nekem oda kell figyelni. Ilyen a genetikájuk, és ezzel nincsen baj. Én azért figyelnék oda, akik mondjuk vékonyabbak, és bármit tehetnek, mert az nem jelenti azt, hogy nem okozunk károkat a belső szerveinknek, mert lehet, hogy külsőleg nem látszik, de ez nem azt jelenti, hogy belül nem okoz károkat. Uh-huh, és sokkal, sokkal enerváltabb az ember, én úgy gondolom, hogyha úgy étkezik, hogy tényleg tudom, hogy időhiányában, meg időszűkében bemegyünk egy gyors étterembe, bekapkodjuk ezt, azt, amazt, és akkor nagyon jó, mert akkor tele vagyunk, és utána ilyen, nincs, az energia szinten nincsen a helyén. És ezt magamon is látom. Tehát, hogyha úgy eszek, mert mondjuk nekem sincs időm, és csak berohanunk valahova, és gyorsan forgatunk, vagy most volt egy turisztikai magazin, és ott tudod forgatunk, úristen, valami kaját, akkor nem készültem annyi mindennek, és utána... Csak az, hogy ami teljesen. Az utadba jön, így dur. Igen. És felporszívózom, nem én? Igen. És pont beszéltük a Kadlecse Krisztián kollégámmal, hogy figyelj, ő is ettünk valamit, és így még volt egy interjúnk, és így fú, de fáradt vagyok. Mert hogy nem olyat tettünk, ami feltő, szóval, hogy ez érezhető. Igen. De ez az a baj, egyébként szerintem ez ilyen civilizációs probléma is. Közben jövök egy... Jó. Ez megint csak egy ilyen pici trükk, igen. Ami esetleg jól jöhet bármikor, vagy eszedbe juthat, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy elhanyaguljuk az ajakfestést. Tehát, hogy mindig az van, hogy elkészül a smink, és akkor jó, akkor dobjunk föl gyorsan egy szájfényt, vagy egy rúzst, vagy valamit. És nem figyelünk oda arra, hogy közben oda rászaladtunk az alapozóval, nem megfelelően hidratált, meg az is lehet, hogy cserepes egy kicsit az ajkunk. Én azzal szoktam mostanában kezdeni, hogy egy ilyen hámlasztó tonikkal így átdörzsölgetem, tehát kvázi leradírozom az ajaknak a bőrét. Ezáltal egy picit egyébként vérbőséget is lehet benne fokozni, mert ez egy ilyen kis masszírozó folyamat is, tehát már eleve egy picit tudjuk, igen, ha úgy, is, igen, úgymond így duzzasztani. És akkor ezt követően teszem rá majd
a rúst. Na, de hogy visszatérjek a gondolatmenetethez, hogy szerintem ez egy ilyen civilizációs probléma is, hogy annyira rohanunk, és sokszor azt veszem észre magamon, hogy hiába tudom, hogy mit kellene, egész egyszerűen nem jutok el odáig, hogy csak egy példát mondok, tudom, hogy meg kell innom 3-4 liter vizet, még odáig eljutok, hogy bekészítem a kocsimba, de ide már nem hoztam be. Érted? Annyit nem kell meginni. Annyit nem, nem kell? Nem, kell meginni. Az semmi a túlzott vízfogyasztás, ez nagyon sok mindentől függ. Persze, hogy mennyire végzel fizikai munkát, mennyit ülsz, hogyha valaki többet, tehát hogy ezek is, azért nem szeretek én sem ilyen Hübele Balázs módjára ilyen tanácsokat adni, mert hogy fel kell térképezni. Az mindenki illetőt. Egy külön egyén, így van. Tehát, hogy kompletten kell mindenkit nézni. És hiába, igen, nekem is vannak olyan napok, hogy úristen 3 liter vizet, azt simán megiszok. De rohangálok, meleg van, edzettem, stb. Van olyan, amikor pihív van, és akkor nem is kívánja úgy a szervezetem. Mm-hmm. Szóval ez nagyon-nagyon változó. Akkor nem az van, hogy most tényleg ilyen 100 litereket kell. Viszont én is itt közben a praktikákról szeretnék kérdezni. Na, szállj! Tehát akkor oké, ezt megjegyzem, tonizás, jó, akkor ilyenkor rendbe tesszük. Igen. És ami most nagyon megy, vagy nem tudom, megy még ez, Doris, hogy szájkontúr, nagyon-nagyon duzzasztani a szájat, én nekem ezzel kapcsolatban is problémáim vannak, megmondom neked őszintén, ugyanis amikor látok egy fotót, akkor nagyon tetszik az, hogy mostanában még ennek van egy ilyen új divatja is, hogy minthogyha a kontúr fölött haladnának egy kicsit egy sötétebb ceruzával, és azáltal, meg még olyat is vélek felfedezni, hogy minthogyha egy kis árnyékolót tennének így ide. Tehát tudod, régen egyébként is használtuk azt, hogy itt ebben az ívben legyen egy világosítás, de most a világosítás mögé tesznek egy kis árnyékot is, hogy még inkább ilyen legyen. Optikailag mindig tök jó, optikailag, de egy fotón. Igen. Na de most, amikor ott állsz velem szembe, és azt látom, hogy 3 centivel a kontúrod fölött van húzva, akkor elmegy a kedvem. Igen. De komolyan. És szerintem a pasiknak is elmenne a kedve. Abszolút. Nekem, akikkel beszéltem ilyenekről, illetve nem is én beszéltem, panaszkodtak a férfiak, hogy megkérdezték, hogy ezt miért csinálják? Nem értem, én sem. És pont ez, amiről beszéltünk, hogy a természetes ragyogását mindenkinek, a természetes szépségét megerősíteni, hogyha valakinek erősebb a szeme, vagy azt jobban lehet sminkelni, akkor arra több hangsúlyt. Meg ez nem jelenti azt, hogy nem használunk színeket, tehát hogy oké a smink, mert ez egy tök jó eszköz, tényleg, meg például ez a rúzs is most rajtad, ugye bombasztikus, de hogy elég szerintem, hogy maga a szín olyan, én nem hiányolom hozzá, hogy most ez feltétlenül úgy legyen megcsinálva, hogy ilyen annyira megrajzoltan, és annyira. Tehát én abba hiszek, hogy olyan természetes módon inkább. Jó, akkor ezzel megnyugtattam, mert én nem nagyon használok ilyen szájszeruzát, meg ilyeneket. Meg ilyesmi. Nem. És akkor még jönnek, hát van, annyi kérdésem van, hogy úristen, highlighterek, ilyenek. Mert na, a highlighterrel is ugyanez a helyzet szerintem, hogy ezek rendkívül jó eszközök, de ennek megvan a mikor, hol és hogyan. És ezt felejtik el a csajok. Highlighter nem mindegy, hogy kinek, mert egy szép bőrön gyönyörűen mutat, de egy tágpórusú bőrt még jobban kiemel, tehát még inkább látszanak ezek a tágpórusok, és többet árt, mint használ. Egy szép fiatal bőrön megint oké, de egy picit mimikai ráncokkal teli bőrön már megint visszásan fog elsülni, mert kiemeli magát a ráncot is. Azzal kapcsolatban kéne rendet rakni így a fejekben, hogy ne ilyen sémák szerint működjünk már. Tehát, hogy tényleg ne az legyen, hogy itt áll 300 ugyanolyan csaj, hanem hogy mindegyik egy önálló, mint a dietetikában is, hogy mindegyik egy önálló lény, és abból kéne kihozni azt, amit ki lehet. Igen. És hogyha valakinek szép a szája, akkor emeljük ki, de ha valakinek nem, akkor emeljünk ki mást, mert biztos, hogy az ő arcán is van olyan, ami kiemelhető. Igen, én teljesen egyetértek. Igen, ezt kéne erősíteni. És olyan érdekes, hogy mindenki, amikor hazajöttem, és kérdezgette, hogy sminkek terén mi volt az, ami nekem így úristen, hazahoztam magammal, és mondtam, hogy figyeljetek, nagyon érdekes, mert hiába Miami és hiába New York, nagyon sok természetes lányat találkoztam. Igen. Tehát, hogy akik nem vitték túlzásba úgy a sminket, és merték tényleg a saját vállalni magukat. Igen, ragyogásukat használni, és azt sminkkel megerősíteni. Igen. És nagyon sokszor látom azt is, hogy voltam, nem tudom, elmentünk vacsorázni, többen voltunk, és akkor
és szerintem marha jól nézett ki. Egy francia lány úgy jött el, hogy fekete, egy sima top, mert nem is tudom, ruha vagy top volt, egy blazer, nagyon szép bőr, tehát nyilván használt alapozót, meg mindent, de nagyon egységes volt a bőre, egy kicsi csontosítás és egy piros rúzs. Ennyi. És kész. És semmi. Össze volt talán fésőbe egy picit a szemöldöke, még szempillaspirált se rakott, vagy ugyanilyen mattot, vagy valamit, amit most te is használtál rajtam, és száj, és ennyi volt. És figyelj, egy körbenéztem, és nyilván mi is jobban kicsíptük magunkat, meg hogy így ilyen füstös szem, olyan füstös szem, meg ugye nude száj, meg nem tudom. És figyelj, azt mondtam, hogy igen, ő nézett ki a legjobban. Na. Igen. Igen. És igen. Én ott bennem egy ilyen annyira mély nyomot hagyott, hogy tényleg, néha csak ennyi kell, és amúgy még én is ebben érzem magamat a legjobban, hogy néha csak a száj és a szem, ahogy te megcsináld most, így, és azt mondom, hogy... És elég, és igen. Nem kell hozzá ez a nagyon-nagyon erőltetve. Jó, mondjuk hozzáteszem, nem is tudok, tehát amikor tényleg én álmulok és bámulok, hogy lányok, hogy tudják ezeket a technikákat, meg minden kontúrozást megcsinálni, csak hogy ez szerintem nagyon sok idő, tehát számomra... Rengeteg. Meg nagyon sok anyag kerül az arcukra. Igen, és nem jó. Nem. Tehát, hogy akkor még abban a pillanatban lehet, hogy igen. Jól néz ki, de eltelik 2-3 óra, és elkezd így lefolyni. Még akkor is, ha jó termékeket igen. használsz, igen. Akkor is elkezd így betörni egy picit. Igen. Úgyhogy én sem hiszek benne, abszolút ebbe hiszek, hogy finoman emeljük ki azt, amit ki lehet, meg ami szép, de hogy tartsuk már meg a saját stílusunkat, a saját vonásainkat. Igen, és találjuk meg. És találjuk meg. És erre itt vagytok ti, ugye, akik ebben tudnak segíteni, és te hogy látod különben, hogy tehát fordulnak hozzád, nyilván rengeteg tanáccsal, de fordulnak olyannal is, hogy kikérik úgy a véleményedet sminkkel kapcsolatban, hogy nekik mi áll jól, és hallgatnak rád? Vagy... Igen, és egyébként én ilyen szempontból szerencsésnek is érzem magam, hogy én sokféle emberrel dolgozom. Mm. Tehát, hogy persze nagyon szép, meg nagyon jó ez a tévévilág, meg a rengeteg nagyon szép sztár, meg modellek, meg stb. De én szerencsésnek érzem magam abból a szempontból, hogy én ilyen igazi nőkkel is kapcsolatban vagyok. Szerintem sokkal nehezebb szakmailag is, és emberileg is olyas valakinek tanácsot adni, aki egyébként sírva néz minden nap bele a tükörbe, és mondjuk 5000 forintja van havi szinten saját magára. És mégis szeretne szép lenni. Igen. És neki is kell tudni igen. valamit persze. mondani, mert nem mondhatod azt neki, hogy figyelj, nincsen 2 millió arra, hogy egy neszeszert összerakjunk, bocsika, akkor húzd le magad a WC-n, vagy hogy? Igen. Tehát, és én ebbe hiszek. Értek, és annyira jó, hogy ilyen vagy, mert ez ilyen különben a kajával is, vagy a dietetikával, tehát az életmóddal kapcsolatosan is, én is azokat a kérdéseket, hogy kapom a legtöbbször, vagy mondják, vagy így nem is tudom, mint hogyha ilyen nekem szegezik, és mondják, jó, de nagyon sok pénz kell hozzá, és mondom, hogy nem. Nem feltétlenül. Nem. Én onnan te is tudom, mert emlékszem, én is kértem tőled tanácsot, és nekem annyira jó érzés volt, hogy így teljesen egyértelműen mondtad, hogy most ebbe a teljesen közismert boltba menjél be, ezt vedd meg, azt vedd. Tehát nem arról szólt, hogy jó, akkor most menjél ki a legfenszibb vega piacra, és akkor csak az, csak ez, csak nem, onnan, én csak ő. Hanem ilyen élhető volt. Igen. Élhető, igen. Teljesen élhető. Igen. Szóval ez nekem is annyira, amikor meséltél erről, hogy ugye mennyien fordulnak hozzád, és ilyen, olyan emberek, akik nem a közszereplői szférában dolgoznak, és mondtad, hogy te ezt imádod csinálni, és ezt nem akarod abba, de ez annyira. Igen, mert szerintem nem, valahogy tényleg azt érzem, hogy sokszor ez tart engem igen. is úgy a földön, mert azért ez a világ hajlamosíthat hát arra abszolút, is, hogy elmenj egy olyan irányba, meg nem csak a média, hanem eleve ez az Instagram, minden, Facebook őrület. Hát persze, én is kelek fel reggel, és akkor már nézem, hogy tökéletesebbnél, milyen jó, milyen szép, milyen könnyű, és igen. akkor ott állsz, és rosszul érzed magad, hogy... Nagyon. De akkor is fel kell kenni. Edzeni kell, reggelit kell csinálni, bőrtápolni. Igen. Na, elkészült. Várjál, de közben raktál egy púderesebb valamit? Így. Igen. Az a másik, ami szerintem még neked segítség lehet, mert lehet, hogy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy te nem is azokat a foltokat véled felfedezni, amik a bőr textúrájából adódnak, igen. hanem ugye neked vannak nagyon szép kis szeplőid. Igen. És lehet, hogy azt látod, hogy a szeplőknél más árnyalatban ragad meg a pigment. Igen.
Na most erre még az lehet egy jó módszer, hogyha elkerülöd a nagyon matt dolgokat az arcodon. Mert a minden, ami ilyen matt barna, az sokkal inkább kiemeli. Na, akkor próbáld meg azt, hogy például ebben a bronzosítóban, ebben ilyen, de tehát nem azt jelenti, hogy ez úgy csillog, hogy csillám porok vannak benne, még véletlenül igen. se, hanem van egy ilyen kis bőrfénye, egy ilyen nagyon kis finom fénye. És ezt teljesen máshogy kell használni egyébként, tehát más a bronzosító, meg más a csontosító. Igen. Ha csontosítani szeretnél, akkor ezt inkább az arc csont alatt, igen. én akkor nem is ilyen vastag ecsetet szoktam, hanem ilyen egész vékony ecsetet, mert akkor gyakorlatilag ebbe a részbe tolom igen. bele a bronzosítót, bronzosító, inkább csontosítónak hívom, hogy ne keverjük akkor a kettőt, mert azt szeretném elérni, hogy ez az árnyék igen. egy kicsit beljebb menjen, tehát hogy igen. optikailag fölötte a csont kiemelkedhessék. Igen. De ezt nem szabad idáig behúzni, és nem szabad túlzásba vinni, igen. tehát ez egy ilyen kis finom árnyék kellene, hogy legyen. Ezt követheti a pirosító, ami igen. megad egyfajta üdességet, azt már így az almácskákra ráhúzva szoktam, és ennek a tetejére jön a highlighter. Ettől lesz egy ilyen nagyon plasztikus, mint egy ilyen alma, úgy szépen kidomborodik, igen. hogy van egy mélysége, igen. van egy magassága, a fény és az árnyék játékától. Okay. Ez a klasszikus Kardashian-féle csontosítás. Na de most, ami ez, igen. a bronzosító, azt pedig inkább úgy használjuk, hogy ahol egyébként is megcsókolja a nap az arcot. Ezt így jegyezd meg. Jó. Tehát a kiemelkedő részeken, a picit a nózira, inkább az almácskára, picit a homlok, igen, homlok kicsit a szemöldök. Igen, kicsit a szemöldökre. Jó. És akkor próbáld meg ezt esetleg, hogy, mert jó. ezzel is tudsz egy árnyékolást végezni. Tehát ez is finoman kiemeli, mert ugye a fények benne vannak, igen. és ettől is kialakul. Csak ez nem ez a... Na, erőteljes. Nem ez az erőteljes. Jó. Ezt megjegyzem. Pirosító. Igen? Nem használok. És szeretnék. És szeretnék. Azért, mert hogy rajtad is látom, hogy én ez a éppen kis üde, és hogy annyira de tök bénán használom. Igen. Olyan, mint hogyha egy ilyen pacsmag lenne, vagy nem tudom, így belenézek, és mondom, nem, ez nem üdesség, ez borzasztó. Abban sport használsz? Igen. Próbáld meg a krémeset. Mert megint csak azt tudom mondani, hogy a textúrájából kifolyólag igen. sokkal inkább lesz ez a hegyi levegő. Amire te vágysz igen. szerintem, mert te igen. arra vágysz, hogy legyen ez a hegyi levegő. Hát ez amikor éppen gyakorlatilag, amikor csak, hogy éppen, igen, hogy így kiszaladtam, futottam egy laza 10 kilométert, és így, igen, ide a bőr, igen, arra vágyom. Akkor igen. mindenféleképp ezt próbáld ki. És egy jó tanács még, hogy ha használsz pirosítót, akkor abból mindig egy nagyon picit tegyél a szemöldök csontodra is. Mert hogyha ezek a rózsás, barackos vagy narancsos tónusok megjelennek a szem írisze körül, az gyakorlatilag egy komplementert képez vele, mert ugye neked ilyen zöldes-kékes uh-huh. szemed van, és ezáltal sokkal élénkebben kidobja a zöldet és a kéket a szemből. Igen, azt szoktam, ezt figyeltem már, csak ugye mindig akkor is beszéltem, hogy itt szoktál nekem ütögetni dolgokat, meg minden, igen, és akkor igen. így bedolgozod, de mondom, jó, hát én ezt úgy annyira jól viselem, és akkor látom, hogy miért az mindegy. Igen, igen ezért, mert ez nagyon szép, egyből egy ilyen üde megjelenést biztosít, jó. ráadásul egy ilyen monokróm hatása is van, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a szín jelenik meg. Vissza-vissza köszön, és ezáltal ez mindig egy ilyen letisztult dolog. És hozzá föltolsz csak egy spirált, és már gyakorlatilag van egy sminked. Igen. Egy termékből. Mert igen. még ha a szádra is rápötyögöd, akkor kész is vagy. Na, fújjunk még egyet. Jó. Ez a jó illatú? Ez a jó illatú. Jó. Nagy levegő. Mert a végén is szeretem igen. nagyon használni, mert akkor meg valahogy azt érzem, hogy így visszaadja az életet a smink után is. Ilyen vallomás? Én azért nem mertem eddig ilyeneket nagyon használni, mert mindig attól féltem, hogy akkor elmosódik. Ugye igen. És hogy tudom, nem. hogy nem, mert tudom, hogy szoktatok használni meg mindent, de most barátkozom vele, hogy akkor én is, és akkor az a lényeg, hogy távolról. Igen, távolról, mondjuk három fújást itt, és én mondjuk ez lehet, hogy ez egy ilyen hülye szokásom, de én így elszoktam legyezni utána. Én is automatikusan elszoktam legyezni. Olyan, mint a parfümnél, tudod, hogy csak úgy belesírtált, vagy ilyesmi. Igen, de egyébként ezeknek a többsége kifejezetten, mert például van itt egy másik, és ennek a neve is az, hogy fixi. Tehát, hogy ez fixál is alapvetően, mondjuk én ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezektől a fixálós
spréktől, vagy ezeket nem szabad így túldimenzionálni, azért ez nem azt jelenti, hogy ezt föl ráfújod, és akkor az bomba biztos, igen, ez a smink onnantól kezdve. Ettől függetlenül nagyon fontos az, hogy jó alapanyagokat válogass össze, és még fontosabb az, hogy azokat rétegezve jól bedolgozd a bőrbe. Tehát én ezért hiszek abba, hogy ebben a smink, ebbe a sminkbe, ami úgy gyakorlatilag együtt él a bőröddel, és nem abba, amikor csak úgy rá van téve, és egy ilyen, mintha így le akarnád húzni egy ilyen maszkot. Igen. Igen, de teljesen nem is érzem, hogy van rajtam valami, mint mindig, amikor veled dolgozom. Ez volt a cél, jó? Na, meg vagyunk, nézd meg, légy szíves a végeredményt.